Akkor üdvözlök mindenkit a mai képviselőtestület ülésen. Mindenki jelen van, és ezért teljesen határozott képesek is vagyunk. Ugye négy darab sürgősség előterjesztést küldtünk ki az eredeti meghívóhoz képest. Sorrendben a következő lenne, illetve az a kérés a Szigetszent Miklósi rendőrkapitány úrnak, remélem, hogy ide fog érni, hogy tegyük utoljára a személyi feltételekről szóló előterjesztést. Akkor következőképpen olvasnám föl a mai napi rendi pontokat. A KEOP 2.1/2F09-2010-002-es azonosító számú, ez az RSD projekt eredményeképpen létrejött szennyvízberuházás vagyonelmeinek térítésmentes átvétele, az első napi rendi pont. Másik, az alapítványok támogatási kérelmei, közbeszerzési kiírás sportcsarnok kivitelezési munkáira, és a DHV Kft. 2015. évi beszámoló jelentése. Akkor a Miklósi előterjesztés, igazán Miklós rendőrkapitány előterjesztést az utoljára fogjuk tárgyalni. Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről, egyes helyi rendeletek módosítása, közbeszerzés kiírása városi szintű gyermekétkeztetése, nevelési oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések, Napsugár utca rendezése, területhasználat felmondása, nemzetiség önkormányzatok részére nyújtott támogatással történő elszámolás, a nemzetiség önkormányzatok 2015 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóknak az elfogadása, MultiDH hulladékkezelő non-profit Kft. 2015. évi beszámolója, DV Kft. 2015. évi beszámolója, az EDV 2015. évi beszámoló jelentése, zöld területek kezeléséről, és azt pedig levettük a napi rendi pontról, ugye ezt a bizottsági üléseken ezt már tárgyaltuk. Tehát az utolsó, az a Szigetszent Miklósi rendőrkapitányság tárgyi és személy feltételei napi rendi pont. Aki egyetérte a napi rendi pontokkal és a sorrende, azt kérem, hogy készülem és eljelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Akkor az első napi rendi pont előtt fel szeretném olvasni a kettő testület ülés között történt eseményeket. Ugye a 24-én volt egy jó nagy eső, inkább felhőszakadásnak mondanám, 60-70 mm csapadék hullott le 2-3 óra alatt, ezt lehetett látni egyébként a városban. Ez tényleg szemléltetésként ez az országos évi átlagnak a 10%-at, ami 2-3 óra alatt esett le. Ezt észlelni is lehetett, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, amit mindig szoktam mondani, hogyha ez szóba kerül, hogy nem véletlen, mivel évente azért tényleg 50 és 100 millió forintok között költöttünk a város vízelvezetésére. Jól működött a vízelvezető rendszer, néhány helyen azért azonban problémát okozott. Ilyen volt például a Kossuth-Lajos utca, Mindszenty utca, Jendrasik utca közötti szakaszán a Jendrasik utca zárt csapadék csatorna visszadúzzott. Emiatt burkoló árok is megtelt, helyenként kiöntött, és ezért innen pedig szippantó autóval kellett elszállítani a vizet. Ez bebizonyította, hogy ez a rendszer egyébként 80 éve épült ez a rendszer. Ennek az ütemezett rekonstrukciója olyan feladat, amelyet jövőre, vagy hamarosan el kell, hogy végezzünk. A mávoló járóban szintén összegyűlt a víz, de ez rövid időn belül elfolyt, köszönhetően nyilván az addig végrehajtott szintén általunk elvégzett rekonstrukcióknak. A forgalom elterelést a polgárőrség oltotta meg erre az időpontra, hogy ne menjenek bele autósok, ami az előző években ez mondjuk előfordult. Határút Kócsag utca kereszteződésnél is probléma volt, szintén visszadúzadásból erdő gond volt, befolyt a kertekbe is a víz egy átemelő aknal létesítésével. Ez az idei évi költségvetésben egyébként bennem van, ez a probléma megoldható, és ezt végre is fogjuk hajtani. Látszott az A3-as belvíz csatorna, megkaptam köszönettel azt a képet, amikor egy elefántot tettek be az A3-asba, ami fönn volt, de azért is tartottuk ezt szükségesnek, hogy beszéljünk erről a rendszer, hogy a Dunaharasztinak a vízelvező rendszere nem rosszul van képítve, hanem nagyon jó. Az A3-as szakaszán itt is nagy teljesítményű vízszivattyút kellett beüzemelni, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a víz gyorsan le tudjon folyni. Sikeres volt a védőnői szolgálat által megszervezett egészségnap, május 20-án a főút 35 alatti gyermekorvosi rendelő új részének felújítása megtörtént, bútorok leszállításra kerültek, a hátsó rész bontása pedig megtörtént, parkoló és az oldalkerítés építése pedig folyamatban van. Bölcsödei pályázat anyagát elkészítettük, be tudjuk majd adni. Mentési pont épületébe beköttettük az internetet és a telefont, ezen a kapcsolási szám ez 0624-es, 655-44-3-as, ezt majd az újságba is le fogjuk írni, illetve az internetre is feltesszük.
piactér aszfaltozási csapadékvízelvezetési kiépítési munkái elkészültek, befejeződött az Erzsébet utca, Arany János utca, Móra Ferenc utca szakaszának útépítése. A Duna utca, a Duna közívóvíz rekonstrukciója éppen folyamatban van, egyidőleg az útépítési munkák is el fognak kezdődni a héten. Város területének a gyommentesítése érdekében megkezdtük a gyomos területeknek a feltérképezését és az érintett lakosoknak a felszólítását. Sikeresen lezajlott a lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció is. A város önkormányzata könyvvizsgálással a Beta Audit Kft. Van megbízva, ennek május 30-én lejárta a megbízatása. Szolgáltatás színvonalával elégedettek vagyunk, és a szerződés 89.700 forint plusz áfa áron per hó áron 2016 év könyvvizsgálatára vonatkozó a 2016-os évről készített éves beszámoló elfogadó képviselőtestület ülés időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig meghosszabbítjuk. Június 27-re tervezett testület és ülés, ez július 4-én kerül majd megtartásra, ez volt az utolsó pont, de valakinek kérdés a beszámolóval kapcsolatban. Ha nincsen, akkor aki elfogadja, azt kérem, hogy kész fel, amelyet jelezze. Köszönöm. Úgy látom, mindenki elfogadta. Igen, az első. Jó. Jegyző úr az első sürgőségéhez szeretne hozzászólni. Taksony fogta össze azt a szennyvízhálózat megvalósítást, amiről most a sürgősségi előterjesztés keretében dönthet a képviselőtestület, több mint 196 millió forintos vagyonátvételről van szó. Én kérem, hogy feltétellel vegye csak át a képviselőtestület működtetésre, ugyanis polgármester úr megígérte, hogy testületi ülésig átküldi a közel 150 átemelő szivattyú leltári számát és földrajzi fellelhetőségét. Ezt nem tette meg, enélkül ez a rendszer nem fog működni. Ha átvettük, akkor rajtunk érhetik kölcsön vagy számon a lakosok, úgyhogy ezzel a feltétellel fogadjuk csak el, ha az átemelő szivattyúkat utólagosan részünkre átadják, illetve megmondják, hogy hol deponálják, és megadják a gyári számaikat. Igen, ez nagyon fontos, mert volt már ilyen rossz tapasztalatunk, ráadásul ugyanaz a szolgáltató üzemelteti ezeket a szivattyukat, illetve az ő rendszerüket, akiktől mi eljöttünk, és ott is a szivattyúkkal kapcsolatban volt némi félreértésünk, mert akadtak olyan szivattyúk, amikkel még más üzemeltette jók voltak, utána hirtelen elromlottak, és visszakaptunk rossz szivattyúkat, és ez annyira nem korrekt dolog, de lezártuk azt a részét, a múltat, úgyhogy nem azt mondom, hogy felejtsük el, csak ezt tartsuk szem előtt. Jó, akkor van-e még kérdés ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs, akkor azzal a feltétel, amit a jegyző úr megfogalmazott, egyébként tényleg polgármester úr itt volt más ügyben állunk, és kértük, hogy küldje át, ez valamilyen nem sikerült. Ha nincs kérdés, akkor a határozott javaslat ezzel a feltétellel, amit a jegyző úr az előbb elmondott, a következő lenne. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület, az Resdi Partisáv önkormányzati társulás a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően térintésmentesen átveszi a KEUP 2.1/2F092/2010-002-ig azonosító számú Ráckevei Soroksári Dunaág vízgazdálkodásának vízminőségének javítása a szennyező anyagok kivezetése a Partisávból elnevezésű projekt során keletkezett, szennyvízelvezető rendszer vagyon elemeit 196.169.848 forint nettó értéke. A Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy a fent nevezett beruházás összegét a társulás könyveiből ugyanazon a napon kivezesse, amely napon az önkormányzat a vagyonelemeket állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadásról szóló megállapodást, mely megállapodás hatályba lépésének dátuma a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésének időpontja, illetve az abban foglaltaknak megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízi közműszolgáltatást végző EDV ZRT-vel az üzemeltetési megállapodást módosítsa. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készüljön és jelezze. Köszönöm. Mindenki egyetértett. Következő napi rendi pontunk, szintén sürgősségi. Jó, az alapítványoknak a támogatási kérelmei napi rendi pont. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Nem kérdésem, csak egy apró kiegészítésem lenne. Köszönetet szeretnék mondani a jegyző úrnak is, és sokan másoknak szombaton bárkanap is zajlott egyébként, és valóban azt gondolom, hogy nagyon jó helyre teszi az önkormányzat az alapítványi támogatást most. Most fizikai erővel segítettünk, azt hiszem ez a pénzügyi támogatás szintén jól jöhet majd a bárka alapítványnak. Biztatok mindenkit, akinek van ideje, kedve, lehetősége, hogy figyeljen erre, és oda sérült embertársaink gondoskodásáról van ott szó. Köszönöm szépen. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestület a bárka alapítvány nevű közhasznú szervezetet 2016 évben 500 ezer forinttal támogatja. Támogatás fedezetét a költségvetés 8. számú melléklete működési jellegű tartalékok római 4/3 alapítványok támogatása sor biztosítja. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Aki egyetért, ezzel kérem, hogy készfelem és jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Most már megint majdnem gyarapoztam. Közbeszerzés kiírása sportcsarnok kivitelezési munkáira napirendi pont. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete kiegészíti a 2016. évi közbeszerzési ütemtervét azzal, hogy a Dunaharaszti Munkástestedzőkör DMTK nevében közbeszerzési pályázatot ír ki. A 8230 helyrajzi számú ingatlanra a sportcsarnok beruházás generál kivitelezési munkáira. Közbeszerzés bruttó értéke 600 millió forint. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemmel is jelezze. Köszönöm. Mindenki egyetértett. Következő napirendi pont a DHRV Kft. 2015. évi beszámoló jelentése. Az volt a szerencse, hogy a taggyűlés el lett halasztva néhány nappal, úgyhogy be tudtam hozni a képviselőtestület elé, hogy tudjunk erről tárgyalni. Bíró Vencel igazgató a teremben ma, hogyha van valakinek kérdése, akkor megpróbál rá válaszolni. Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Nap Tiburi a szó. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen egy nem működő vállalkozás mire költ több mint 8 millió forintot el bérköltségre, személyi kiadásokra? Mi van ebben benne? Mikrofonba kéne venni. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet. Ebben a bérjellegű kifizetések vannak, ez gyakorlatilag csak az ügyvezető bérét és járulékait és az összes ez irányú költségét tartalmazza, amelyet pénzhiány egyébként kifizetésre nem is került, tehát a valós költség elhatárolás oldalon is megtalálják a képviselő urak ennek az összegnek az ellen oldalát, tehát ennyi. Egyébként, ha ez pénzügyileg a későbbiekben lehetséges, akkor ez össze ki lesz fizetve az ügyvezető úrnak, mert tulajdonképpen ebben a vállalkozásban jelenleg azt gondolom munka nem folyik. És mégis 8 millió forint kerül kifizetésre évente, mint bérköltség az ügyvezetőnek. Az, hogy nem folyik munka, ez nem teljesen igaz, hiszen rengeteg olyan feladat, 3 évig nem volt ügyvezetője a társaságnak, és rengeteg olyan feladat kvázi szakadt az ügyvezetés nyakába. Más alkalmazottja viszont nincsen a társaságnak, tehát minden egyes munkát, minden egyes bizonylatot, minden egyes ügyvédi meghatalmazást, minden egyes perhez a szükséges anyagok előkotorászását, ezt én magam személyesen végzem, de én arra kérem a következő taggyűlés, vagy az a javaslatom, és a taggyűlésen a önkormányzatot képviselő polgármesterről is így beszéltük meg, hogy a napi rendek közé ennek a bérnek a kérdését fölveszik, és ebben egy egyértelmű változtatást, javaslatot fognak tenni. Én állok elébe ennek a dolognak. Köszönöm szépen. Persze. Köszönöm szépen. Igazából szeretnék kérni egy általános tájékoztatást, hogy hogy áll a DHRV jelen pillanatban. Folyamatosan azt hallottuk, hogy a felmerült problémák ellenére ebből a város pozitívan fog kikerülni. Most én azt látom továbbra is, hogy 6. éve ez a cég nem működik. Van egy elég komoly eszközállomány, amit láthattunk itt az egyik mellékletben, és nyilván az eszközállomány az évről évre veszít az értékéből. Mi lesz ennek a vége, mikor lát ebből a város valamiféle pénzt, és hogy lehet ezt az egész helyzetet rendezni? Köszönöm szépen. Akkor engedjék meg, hogy néhány szóban tájékoztassam a képviselőtestületet a DHRV működéséről. A DHRV-nek bevételei csak és kizárólag a
eszközök bérbeadásából, illetve az ingatlan bérbeadásából származik. A fővárosi vízművekkel volt egy hosszabb lélegzetvételű perünk, amely végül megegyezéssel zárult, ami azt jelenti, hogy a fővárosi vízművek valamennyi perköltséget, kamatköltséget elengedett, és tisztán a tőketartozást, ami egy vízdíjból származó tartozás volt, azt pedig engedményezte az EDV ZRT-nek, és ez egy háromoldalú megállapodás keretében aláírásra is került, illetve a DHRV és az EDV között is aláírásra került egy erre vonatkozó megállapodás. A vízdíj tartozásban a közös megegyezés eredményeképpen volt ugyan egy olyan tétel, amit álláspontunk szerint a fővárosi vízművek, az a veszteség, ami egyébként a vezetéken keletkezett és a város valójában nem fogyasztotta el, ez is kvázi a mi részünkről került elengedésre, tehát ezt sem tudjuk már a továbbiakban érvényesíteni. Így a DHRV Kft.-ben maradt az ingatlan, nagyértékű ingatlan, illetve valamennyi eszköz, gép, berendezés és autó. Ezeknek az értéke valóban évről évre egyébként csökken, másrésztről viszont bérbeadjuk őket, tehát ezt a fajta értékvesztést kompenzáljuk ilyen módon. A taggyűlésnek döntenie kell, mivel már tevékenységet a DHRV valóban nem végez, hiszen amire létrejött, az kvázi okafogyottá vált, a taggyűlésnek dönteni kell abban, hogy milyen sorsot szán a cégnek. Álláspontom szerint egy végelszámolás lenne a legcélra vezetőbb, és ez a lehető leggyorsabban kellene, hogy megtörténjen, mert így már sem a bérköltségek, sem az egyéb költségek nem fogják terhelni a társaságot, illetve a tulajdonosokat. Ez elfogadható volt? Van-e kérdés még? Nincs. A Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestület a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft. 2015. éves beszámolóját, a kiegészítő mellékleteket és a független könyvvizsgáló jelentést elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. május 31-i taggyűlésen a képviselőtestület határozata szerint járjon el. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelem és jelezze. 7. Aki nem ért fel egyet, 1. A tartózkodás, 2. Tartózkodás mellett a képviselőtestület ezt elfogadta. És most akkor, most jön az Ildikó, mert odaértünk a második napirendi ponthoz, ami sorrendben az 5. volt. Elmondjam előről, vagy folytassam? Hát, mondd el előről, légy szíves. Köszöntöm a tisztelt képviselőtestületet, ajánlatkérő és intézményi részére teljes körű takarítási szolgáltatás beszerzése tárgyában. Közbeszerzési eljárást indítottunk, az eljárás megindító felhívás mind a közbeszerzési értesítőben, mind pedig az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent, tekintettel arra, hogy egy nyílt eljárást volt szükséges a becsült érték miatt indítani. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig 8 darab ajánlat érkezett be. Az elbírálás szempontja a legkedvezőbb ár-érték arány volt. Az ár 50%-ot képviselt, illetve egyéb műszaki szempontok szintén 50%-ot. A szakbizottságok tárgyalták az előzetes bírálóbizottsági döntési javaslatot. Ennek megfelelően a legkedvezőbb árérték arányt tett Top Cleaning Kft. Részére megküldtük a kizáró okok, illetve az alkalmasság igazolására szóló közbeszerzési törvény szerinti kötelező hiánypótlást. A kizáró okokat, illetve az alkalmassági követelményeket a cég megfelelően pótolta, ezért a bírálóbizottság javasolja a tisztelt képviselőtestületnek, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Top Cleaning Kft. Ajánlattevő ajánlatát hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek. Köszönöm. Azért vagyunk Kicskontban, mert név szerint kell szavaznunk. Maria, ott szerintem ott van a jelenléti évet, hogyha felolvassuk sorrendben az pontja. Jó? Te olvasod, igen. Hát olvasod, te is. Dr. Szalai László polgármester. Igen. Dr. Berecki Péter alpolgármester úr. Igen. Karl József alpolgármester úr. Lehel Endre alpolgármester úr. Igen. Andrássik Sándor képviselő úr. Igen. Lisztsákné Kerekes Gabriela képviselő asszony. Fényes István Pál képviselő úr. Igen. Gedbert Ferenc képviselő úr. Igen. Hajdú Zsolt képviselő úr. Igen. Horváth Jenő képviselő úr. Igen. Nagy Tibor képviselő úr. Igen. Stücsön Sándor képviselő úr. Igen. Köszönöm szépen. Akkor megszavaztuk.
Top Cleaning Kft. Volt, ugye? Igen. Dunaharaszti önkormányzat, csak felolvasom, mert megszavaztuk. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete ajánlat kérő és intézményei részére teljes körű takarítási szolgáltatás beszerzésért tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének Top Cleaning Kft.-t jelöli meg. 5.880.000 forint plusz áfával, azt én nem bírtam most minden ennyivel, és a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére. Következő napirendi pontunk, köszi, egyes helyi rendeletek módosítása napirendi pont, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Nincs, akkor a Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete megalkotja az egyes helyi rendeletek módosításáról szóló rendeletét. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemmel se jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Közbeszerzés kiírása városi szintű gyermekétkeztetésre napirendi pont. Van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Horváth Jenője szó. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangú igen szavazattal elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Megadom a szót Fényes Istvánnak is. A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, és egyhangulag elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete kiegészíti a 2016. évi közbeszerzési ütemtervét, egyben a városi szintű gyermekétkeztetésre 3 évre szóló közbeszerzést ír ki. Közbeszerzés bruttó értéke 267.249.259 forint per év, ez 3 évre 801.747.777 forint. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására és a 2016. évi közbeszerzési ütemterv jelen közbeszerzési eljárással való kiegészítésére. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemmel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Nevelési oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések napirendi pont. Szeretne valaki hozzászólni, Hajdú Zsolti a szó. Köszönöm szépen, bizottságunk tárgyalta ezt természetesen. Amint látják képviselőtársaink, a határozatunk is ott van az előterjesztés részeként. Köszönjük szépen a hivatalnak azon kiegészítését, amellyel azt mondja, hogy egyébként a Hunyadi János Általános Iskolában megnövekedett feladathoz főállású státuszt igyekezzen, a klik vagy utódja, hiszen július 1-től majd valamilyen más formában fog működni, mint ahogy azt az országos hírekből hallottuk is. Ez az egyik része az előterjesztésnek, hiszen bizonyos intézményben csökken a feladat, másod pedig nő, de hát látjuk azt, hogy ezen feladatok ellátására egyre inkább szükség van oktatási nevelési intézményeinkben. A másik pedig a létszámbővülés az óvodákban, hiszen látható, halljuk az óvoda vezetőket is, hogy sok gyermek van óvodánkban. Egyrészt persze az épületek is bővültek, és ennek megfelelően az alapítókiratokat kellett módosítani. Kérem a képviselőtestületet, hogy támogassa ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ha nincs kérdés. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete támogatja a dunaharaszti oktatási intézmények feladat csökkenését, a halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátására vonatkozólag. Támogatja a dunaharaszti Hunyadi János német nemzetiségi általános iskola esetében a feladat bővülést, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladat autizmus spektrumzavar feladatra vonatkozólag azzal a kikötéssel, hogy feltétlenül szükségesnek tartja a feladat ellátásához a főállású státusz biztosítását. Támogatja a dunaharaszti Körösi Csoma általános iskola maximális létszám növekedését 550 főről 590 főre. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemmel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetérte. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete a Dunaharaszti Meseóvoda és a Dunaharaszti Hétszínvirág óvoda módosító okiratait, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait jóvá hagyja. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemmel is jelezze. Köszönöm, ezzel is mindenki egyetértett. A hatodik helyett most már tizedik napirendi pont következik. Napsugár utca rendezése napirendi pont. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete
092/83 helyrehozi számú ingatlan, és a 0100/2 helyrehozi számú közterületet, ez a Napsugár utca, belterületbe csatolja, majd megbízza a polgármestert, hogy a két ingatlant, valamint a 9070-es és a 9071-es helyrehozi számú ingatlanokat érintő a Napsugár utca terület nagyságának megtartásával történő korrekcióját végeztesse el, telekhatár rendezéséhez szükséges szerződést az érintett tulajdonosokkal kösse meg. Telekalakítás költségeit az önkormányzat kivételével az érintett tulajdonosok viselik. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készülemes jelezze. Köszönöm. Mindenki egyetértett. Terület használat felmondása napirendi pont. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete 2016. december 31-en napjára felmondja Bak Imre bérlővel a 0145/5 helyrői számú Temető utcai önkormányzati közterület 30 négyzetméter nagyságú részének mobil pavilonban történő virágüzlet üzemeltetésére 1999. május 31-én kötött bérleti szerződést. Képviselőtestület akként rendelkezik, hogy Bak Imre bérlő mindennemű megtérítési igény nélkül 2016. december 31. napjáig saját költségén köteles az általa elhelyezett mobil pavilont elszállítani, és az eredeti állapotot egyebekben is teljes egészében helyreállítani. Az elhatározatnak megfelelő tartalmú felmondást a polgármesternek írásban kell közölnie bérlővel, aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfalmás jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Nemzetiségi önkormányzat TOK részére nyújtott támogatással történő elszámolás, és a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak elfogadása napirendi pont. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Jó, akkor aki elfogadja, azt kérem, hogy készfelemessé jelezze, de azért felolvasom. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület elfogadja a Dunaraszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaraszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunaraszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a 2015. évben fel nem használt támogatás összegét a következő évben a nemzetiségi önkormányzatok felhasználhatják. Aki ezzel így érte egyet, azt kérem, hogy emelje a kezét. Köszönöm, mindenki egyetértett vele. Multi DH hulladékkezelő non-profit Kft. 2015. év beszámoló jelentésének elfogadása a napirendi pont. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete a Multi DH hulladékkezelő non-profit Kft. 2015. évű egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékleteket elfogadja. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. DVKFT éves beszámolója. Van-e kérdése valakinek? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete a DV Dunaraszti Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi egyszerűsített évet beszámolóját, a kiegészítő mellékleteket és a független könyvvizsgáló jelentést elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Ezzel is EDV beszámolója. Van-e kérdés? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT 2015. évi éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemmel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. És üdvözlöm a kapitány urat a teremben. Pont időben érkezett, és mi is így csináltuk, hogy pont a legvégére tudtuk ezt időzíteni. Az utolsó napirendi pontot nyitnám meg. Ez pedig a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság tárgyi és személyi feltételei című előterjesztés. Tessék? Igen, megvan. Jó, oké. Van-e valakinek kérdése? Knap Tibori a szó. Köszönöm szépen. Annyi csak, hogy kettő határozat van, tehát a gépkocsiról és a körzeti megbízottakról szavazunk külön. Oké, rendben. Én azt szeretném kérdezni, hogy kicsit nagyon furcsa összefüggést látok én abban, hogy a testület elfogadta a beszámolóját a rendőrösnek, vagy a rendőrkapitányságnak, és megszavazta az új együttműködést, és utána hirtelen a két legjobb rendőrét elvitték a településnek, hogy legrégebben itt szolgáló, legtöbb tapasztalattal rendelkező rendőrét elvitték az településnek. Mi ennek az oka? Jó, hogy csináljuk, úgyhogy végigkérdezzük, hogy a kapitány jövőt, és utána egyben válaszol, hogy jó, igen.
Horváth Jónai Benője szó. Köszönöm. Kapitány urat szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatilag itt ugye Magyar Tamásné és Kopácsi Ferenc KMB-sekről van szó, akiket kapitány úr áthelyezne. Én azt szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag ugye a Magyar Tamásné az 2011-ben a képviselőtestület kitüntető díja jelölte, amit ugye meg is kapott, ezt itt a rendőrség részéről ezt jóvá kellett hagyni, és a rendőrség támogatta is ezt a díjat, hogy kapja meg a Magyar Tamásné. 2013-ban, 14-ben pedig maga a rendőrség, hogy tudomásom szerint terjesztette föl díjra, kitüntető díjra. És itt, amit a kapitány úr írt levelet a polgármester úrnak, ugye azt mi is megkaptuk, elolvastuk. Én egy olyan indokot szeretnék kapitány úrtól hallani, ami ténylegesen indokolja ezt az áthelyezést. Gyakorlatilag ez a két ember, ez mint ahogy szerepel a levélbe is, 14 éve vannak harasztina és teljesítenek szolgálatot. Itt mindenki ismeri őket, ők is ismerik a várost, az összes utcát, a létező dolgot, nem lehet talán még a házakat is minden, olyan a helyen, ahol gyakorlatilag valami probléma keletkezik, egyenesen oda tudnak menni. Nem bántva a két új embert, aki gyakorlatilag ide kerül, de tehát a lényege, én a kérdésem az, hogy egy olyan indokot, amivel győzzön meg kapitány úr, nem csak engem, az itt képviselőtestületet is arról, hogy miért kell ez az áthelyezés. Köszönöm szépen. Gerber Ferenc. Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy itt a mellettünk lévő Soroksár, ahol az állomány létszám olyan 60 fő körül van, hogy a Dunaharaszti Taksony Délegyháza, ez a terület lényegesen nagyobb létszámba területbe, hogy lehet ez, hogy mi ezt durván ilyen 18 fővel, vagy talán még annyival sem oldjuk meg, hogy egyáltalán mennyi az állománytábla szerinti létszám a Dunaharasztinak, és mennyi a valós létszám. Köszönöm szépen. Kerekes, Fabián. Köszönöm szépen. Én itt Magyar Terire szeretnék elsősorban kitérni, mint egyetlen női képviselő, és ő pedig egy rendőrnő tulajdonképpen, hogy hosszú éveken keresztül bűnmegelőzési programot tartott a gyerekeknek. Gyakorlatilag itt ezeken a programokon részt vett ez az ifjúság, aki gyakorlatilag a kezei közül került ki, vagy nőttek fel, és személy szerint is olyan bizalommal vannak, hogy bármilyen problémával tudnak hozzáfordulni. A másik én azt gondolom, hogy a másik leginkább érintett a lakók közül, azok az idősek. Itt a jelzőrendszer kialakításában is részt vett, és személy szerint is tudom, hogyha bármilyen probléma van, az idősebb lakosság, és ott is javarészt ugye a hölgyek az idősebbek, érik meg ezt a kort, sokkal nagyobb bizalommal fordulnak bármiféle problémával egy rendőrnőhöz, mint talán egy férfihez. A másik kérdésem pedig itt a Gerber Ferenc képviselő úrhoz csatlakozva, az, hogy tulajdonképpen kiterjedt ez a terület, amit ezek a rendőrök el kell, hogy lássanak. Majosháza, Délegyháza, Dunavarsány jött még ehhez a terület, a mi területünkhöz, és gyakorlatilag én nem látom azt, hogy ez a létszám ez biztosan el tudja látni ezeket a feladatokat. Köszönöm. Fényes István. Köszönöm. Tulajdonképpen az a kezdeném, ami hát a város részéről ebben az ügyben egy megnyilvánulás volt. Egy civil kezdeményezésre átnyújtottak nekem egy dossziét, amiben jelen pillanatban 1600 aláírás szerepel azoknak a lakosoknak a ezzel kapcsolatos észrevétel, akik szintén nem értettek egyet, helyesebben nem örültek annak, hogy Haraszti két legjobban teljesítő KMB-sét elhelyezték Dunaharasztiról. Azt gondolom, hogy ez a 1600 aláírás elég nagy mennyiség, illetve nagy szám ahhoz,
hogy a képviselőtestület, illetve hát a rendőrkapitány úr ezt a kérdést megvitassa, illetve ne kerülje meg. Több jelzést kaptam azzal kapcsolatban, illetve kérdést, hogy hogy létezhet az, hogy előfordul Harasztin olyan, hogy nincs járőrszolgálat. Ezzel kapcsolatban is szeretném kapitány urat kérdezni, hogy előfordul-e ilyen, és ha előfordul, miért? Összefüggésben van-e azzal, hogy jelentős létszámhiány van, mint a előttem szóló képviselők is ezt szeretnék megtudakolni. Mi a valóság, mi a megoldás, van-e valami olyan lehetőség? A kapitány úr ígérete ugye elhangzott a beszámoló kapcsán, illetve már tavaly is, hogy rendőröket fognak vezényelni, rendőrlétszámot megemelik Harasztin. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van-e valami változás, vagy történik-e valami olyan, ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeli, mert ez nem csak azon múlik, hogy rendőrt látnak, hanem olyan rendőrt látnak, akit ezt tudják, hogy hogy fordulhatnak, és megszólítják, és a rendőr is valószínű, hogy tudja a problémát, ami miatt keresik. Köszönöm. Köszönöm. Van még kérdés? Csak akkor megadom szót kapitány úrnak, hogyha... Tisztelettel köszöntök mindenkit, és akkor megpróbálok végigmenni kronológiai sorrendben. Hát először is a kérdés megválaszolása. Milyen szakmai kérdés indokolta? Borzasztó egyszerű a dolog lényege, és akkor én onnan kezdeném, hogy mi az én szememben a két kollájának a megítéltetése. Én azt gondolom, hogy mind a kettő példaértékű munkát végzett, nem véletlenül voltak a kitüntető címek, nem véletlenül voltak a felterjesztések sem, bár sajnos abban a 13-as, 14-es felterjesztésből nem valósult meg semmi, viszont maga a felterjesztés az egy ténykérdés. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell nekem belemennem a szakmai indokló részébe. Én, mint a SZER-nek a vezetője, a kapitánsa vezetője, ezt a szakmai döntést hoztam. Több kardinális kérdés van, ami miatt ezt a döntést meghoztam. Én viszont megfordítanám a dolgot. Nagyon szép egyébként, hogy ennyire ragaszkodnak a településen élők a KMB-sekhez, és én maximálisan respektálom, hogy 1600 aláírás összegyűlt, és azt gondolom, hogy el is kell ismerni itt a testület előtt a két kollégának a példaértékű munkáját, de szerintem megért az idő arra, hogy mind a két kollega máshol érvényesüljön, mint hogy annak is eljött az ide, hogy az a két kollega, aki pedig ide érkezik, ők pedig itt próbáljanak meg érvényesülni. Azért szeretném megfordítani a kérdést, mert lehet, hogy sokban nem tiszta az, hogy miről is kellene most döntést hozni. Mi azért fordultunk a képviselő testülethez, hogy a két idevezényelt KMB-snek a kinevezéséhez járuljanak hozzá. Ezt én azért kérem, mert a két kollega jelen pillanatban megbízottként szerepel ezen a KMB státuszon. Ha nem járulnak hozzá, kinevezni így nem tudjuk őket. Mi ebből a következmény? Nem nő a Dunaharaszti rendőrös létszáma. Ténylegesen, annak ellenére továbbra is itt fognak szolgálati feladatokat ellátni. Tehát csak, hogy tiszta legyen, nem arról kell döntést hozni, hogy a két kollega innen elkerül-e vagy sem, mert már megtörtént. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat, és azért visszafordíthatatlan, mint ahogy mondtam is, mert én szakmailag úgy láttam jónak, és úgy láttam célra vezetőnek, hogy ezt a döntést meg kell hozni. Még egyszer elmondom, respektálom a két kollégának a munkáját, és mindenek előtt el is ismerem őket. Ezért is kapnak lehetőséget máshol, ezért is kapnak lehetőséget egy, azt gondolom, hogy kulcs településünkön, hiszen a kapitányság székhely településén tudnak a továbbiakban bizonyítani, mint hogy azt se rejtettem vék alá, hogyha megkapták a támogatói levelünket, vagy a támogatást kérő levelünket, hogy a két kollega, akiket ide vezényeltünk, hasonló szakmai tapasztalatokkal, hasonló rutinnal és hasonló elismerésekkel rendelkezik, mint Magyar Tamásné és Kopácsi Ferenc. Mi több egyébként mind a kettő dunaharaszti kötődéssel is bír. Én azt gondolom, hogy helyi személyismerettel nem lesz problémájuk. És akkor rátérnék arra is egyébként, hogy miért kérem a bizalmukat. Azért kérem a bizalmukat, mert amikor ide érkezett Magyar Tamásné és Kopácsi Ferenc, ugyanúgy nem volt helyi személyismeretük, és most mindannyian nagyjából arról adtak tanúbizonyságot, hogy elégedettek a munkájukkal, elégedettek a helyi személyismeretükkel. Én azt gondolom, hogy ezt is meg kellett szerezniük. Tehát nyilván egy hosszú folyamatnak a végére értünk. Ezért kérem a bizalmukat a két idézőbe tett új kollega vonala felé, hiszen egyrésztről már dolgoztak is Dunaharasztiban, másrészt, mint ahogy mondtam, helyi kötődésük van. Biztos vagyok abban, hogy rövid időn belül meg fogják szerezni a szükséges helyi személyismeretet. Állománytábla valós létszáma 28 plusz 1 fő, jelenlegi létszám 18 plusz 2 fő. Én arra tettem ígéretet, hogy lehetőségünk függvényében megpróbálom bővíteni a rendőrös létszámát. Ez folyamatban is van. Jelen pillanatban a Dunaharasztiról szeretnénk átdelegálni két kollégát.
Ennek vannak technikai akadályai, amint ez megvalósul, akkor ismételten tudjuk bővíteni az őrs létszámát. Bűnmegelőzési program nem sérülhet, hiszen van a kapitánsnak egy bűnmegelőzési előadója, ő járja egyébként nem csak Dunaharaszti, hanem az összes településünk iskoláját, óvodáját, mi több a nyugdíjas klubokban is járt. Én úgy tudom, hogy az idén is részt vett nyugdíjas kluboknak az ülésén. Jó magam nem voltam vele, csak ha jól emlékszem, akkor tavaly, de az idei évben is volt már ilyen, ahol megjelent a kolléganő. Tessék nyugodtan keresni egyébként. Maga egyébként, amit pedig a Magyar Tamásnő képviselt, úgysem sérülhet, hiszen a helyére másik KMB-s lépett, akinek ugyanolyan szakmai feladata van ezeknek a programoknak a irányba terelése, és még egyszer mondom, van egy bűnmegelőzési irodunk is, aki ezt képviseli. A plusz három település, én elnézést, de nem értettem pontosan a felvetést, hogy mi volt a kérdés a három település létszám helyzetével és az állománytáblájára vonatkozóan. Ez a rendőrőrs egyébként egy alosztályjogállású rendőrőrs, tudni kell, hogy Dunaharasztói rendőrőrs az egy osztályjogállású rendőrőrs. A rendőrőrsnek van egy állománytábla szerinti létszáma és van egy meglévő létszáma. A három településnek a járőr tevékenységét és a KMB-s feladatait a Dunavarsányi rendőrőrs látja el, a Dunaharaszti településnek pedig egyébként a Dunaharaszti rendőrös állománya látja el a járőrszolgáltát. Nincs képviselő olyan, hogy nincs járőrszolgált, ez egy dezinformáció. Nem tudom, hogy ez honnan származik, én ilyenről nem tudok, és nem is lehet ilyen, hiszen szolgált szervezési kérdése az, hogy ezen az oldalon 24 órában járőri lefedettséget kell biztosítanunk. Sokszor egyébként pont a KMB-sek adják ezeket a járőfeladatokat, és azt gondolom, hogy ezzel is igyekeznek majd megszerezni a szükséges hely és személyi ismereteket. Mindamellett egyébként, ahogy elmondtam a legutóbbi beszámolónkon is, a rendőrség által meghirdetett túlóra program, ami egy úgynevezett migrációs ellenőrzésről szól, illetve a Dunaharaszti képviselőtestület által biztosított plusz túlóra keretünk is biztosítja azt, hogy a hiányzó órákat, amikor mondjuk a járőrszolgált nem teljesen lefedett, szóval azért mondom, hogy nagy valaki félreértse, lefedett, mert mondjuk ezekkel az órákkal le tudjuk fedni, akkor egyébként szabadidős rendőrök látják el a járőrzési feladatokat, tehát nem szenved ebben hiányt a rendőrös, de ahogy valóban elmondtam, tényleg van létszámhiány. A létszámgazdálkodásunk pedig központi kérdés, és nyilván főkapitány úr is helyén kezeli a dolgot, és amint a rendőrség összegésze kap majd a frissen végzett szakközépiskolásokból utánpótlást, akkor a kapitányságunk is fog kapni. Egyébként azt látni kell, hogy nekünk van két osztályjogállású rendőrőrsünk és egy alosztályjogállású rendőrőrsünk. Mind a három szereti egységben van létszámhiány, és nem csak a három rendőrös területén, hanem egyébként a többi egységnél is van létszámhiány. Ez egy ténykérdés, ezen változtatni akkor tudunk, hogyha valóban a központi létszámgazdálkodás újra kapunk keretet. Egyébként ennek vannak különböző kiválasztásos eljárások alapján úgynevezett utánpótlás programok, amiket működtetünk. Talán mindjárt hallottak már a Halásztelki Bocskai iskolának a nagyszerű rendészeti tagozatos képzéséről. Most már harmadik évfolyamot indítottuk el, amelynek a nagy része egyébként jelen pillanatban, három ilyen évfolyam van eddig. A nagy része az állománynak egyébként vagy tűzoltó, vagy bévés, vagy rendőr szeretne lenni. Reméljük, hogy ők visszakeverednek előbb-utóbb a területre, és mondjuk belülük is tudunk majd létszámot nyerni. Nem tudom, esetleg kihagytam-e valamilyen kérdésre a válaszadást, de valami nem volt pontos vagy világos, akkor igyekszem esetleg egyértelműbben fogalmazni, vagy célirányosabb választ adni. Vigyis István a szó. Tisztelt kapitány, meglehetősen kellemetlen helyzetben vagyok, annál inkább mikor személyes beszélgetés kapcsán erre az ügyre kitértünk. Említetted, hogy stratégiai partner a rendőrkapitányságnak a Dunaharaszti polgárőrség, és mint ennek a vezetőjeként szokatlan, hogy én teszem föl ezeket a kérdéseket, de mint a lakosság, mint képviselőtársaimmal történt beszélgetések kapcsán fölmerültek a következő dolgok. Jó tudom, hogy a két KMB-st, akit ide helyeztek Miklósul, az egyik iskolába jár. És most vizsgázik. Jó tudom? Ez miért kardinális kérdés? Nem értem a lényeg. Azért, mert szeretném megkérdezni, hogy ha az iskolát elvégzi, feltételezhetően, mint tiszt, tovább halasztinfoszolgálatot teljesíteni ebbe a beosztásba. Tehát ez a kérdés fölmerült a képviselőtestületben. Hát képviselő úr, a kapitánsának mondjuk egy 45% körülbelül iskolai képzés keretében bővíti az ismereteit és a tudását, és igyekszik diplomát szerezni.
kollégának diplom megszerzési folyamata még csak egy állomáshoz érkezik, még egyelőre nem is államvizsgázott, és még nyelvvizsgát sem szerzett. Tehát a kérdésed ez egy ilyen jövőben mutató dolog. Természetesen örülünk, hogyha lediplomázik, és majd esetleg egy tiszti beosztást tudunk számára biztosítani. Egyelőre még szó sincs erről. Nyilván, hogyha ezt megszerzi, akkor visszatérhetünk a kérdés megválaszolására. A másik kérdés a napirend másik része, ez a gépkocsi használattal kapcsolatban merült fel kérdés. Már muszáj erről is beszélni, mert ugye ez egy összetett probléma. A Dunaharaszti által biztosított gépkocsi üzemeltetéséhez és a rendőrség által ugye hát természetszerűleg adott személygépkocsi az a Dunaharaszti és Taksony körzetben teljesítenek ugye szolgáltat. Megint csak fölmerül, van elég rendőr a két gépkocsi úgymond üzemeltetésére és használatára? Nevezetesen van-e annyi járőr, vagy tudunk-e annyi rendőrt biztosítani, hogy mind a két gépkocsit használjuk, és teljes egészében kihasználjuk? Melyik a másik, amire gondolsz? Hát az egyiket, amit a rendőrség, bocsát, mint három, rendőr... Három autó van a Dunaharaszti rendőrőrsön. Igen. Abból az egyik... Gondolom, tudod, hogy a Taksonyi önkormányzat is ad egy gépkocsit. Igen. De én most szorítkozni csak Dunaharasztira. A tekintetben, hogy Dunaharasztin van egy gépkocsi, amit a rendőrség biztosít ugye a település részére, és van egy gépkocsi, amit most próbálnánk a rendőrség rendelkezésére bocsátani, ugyanúgy, mint az előző három évben. Erre vonatkozik a kérdésem, hogy erre a két gépkocsira, amit Haraszti területén és Takson területén járőszolgáltat kell, hogy teljesítse, van elég rendőr, hogy rájöjjön, mint járőr? Természetesen, hiszen te, mint az egy stratégiai partnerünknek a kiemelkedő kulcspozícióban lévő szereplője, tudod azt, hogy a KMB szolgálatunk ugye az három fővel működik, és nagyrészt ugye egyrészt a KMB-sek veszik igénybe a szolgálati gépjárművet, másrészt pedig a járőrszolgálat veszi ezt igénybe. Egyébként jó magam voltam az, aki mondjuk a gépkocsik átcsoportosításáról döntött. Egyrészt, hogy valóban kapjuk ezt a gépkocsit már hosszú ideje Dunaharaszti településtől, a másikat ugye a Taksony településétől, de jó magam vezényeltem ide egy rendőrségi jellegű csíkos gépjárművet, pontosan azért, hogy a látható rendőri jelenetet ezzel is jobban tudjuk szavatolni, és hogy bele tudjanak ülni a rendőrök, és azt gondolom, hogy igen, teljes mértékű lesz a kihasználása, ezért is kértük a támogatásotokat ahhoz, hogy ezt az autót a továbbiakban is tudjuk használni, mert szükségünk van erre az elenyi forgalmi rendszámú gépkocsira. Amit jelen pillanatban ugye azért nem tudunk használni, mert a haszonkölcsön szerződés ideje lejárt, és ehhez is kértük a további hozzáró nyilatkozatotokat. Még kérdés? Parancsol. Nagyon szépen köszönöm. Én 5. éve képviselem itt a Dunaharaszti lakosokat. Az előző ciklusban 3 éven keresztül nem fogadtam el sem az ön elődjének a beszámolóját, sem az ön beszámolóját. Ezt azért tettem, mert a lakosságnak a biztonságérzete nincs meg. Ez a biztonságérzet ebben az évben hiába hozott nekünk statisztikailag egy pozitív eredményt, nincs meg. Tehát egyáltalán láthatóan, amit ön elmond, hogy a rendőrség hol járőrözik, vagy hol nem, ez nem látszik. Én megmondom őszintén, szakszavakat nem tudok használni, mert nem vagyok rendőr, nem is kívánok egyelőre azzá válni. A másik pedig, amit ön mond, hogy végeznek ezek a gyerekek, nekem is vannak gyerekeim. Van egy 20 éves és egy 28 éves. Én azt gondolom, hogy ha őket, mint végzett rendőröket kitesszük ide a Dunaharaszti utcára, ők nem rendelkeznek helyismerettel. Pontosan két olyan embert helyezett el ön innen, akik helyismerettel rendelkeznek. Esetleg én azt gondolom, mint ugye nem szakmában lévő, hogy melléjük lehet állítani, megismerhetik ezeket a területeket. Ezzel próbálkozunk az én képviselőségem alatt 5 éve. És ez nem sikeredett. Nem sikeredett a létszámot növelni, most pedig én nagyon örülök ennek a két embernek, akit ide helyez, hogyha itt maradhatott volna a másik kettő, aki már eleve itt volt, tehát akkor legalább nőtt volna a létszám kettővel. De nem nőtt a létszám, hanem egyszerűen folyamatosan csökken. Én azt gondolom, hogy a főváros közelébe, ahol többféle útvonalon meg lehet közelíteni ezt a várost, ahol azért gondoljuk végig, és csak a gyerekeket nézzük, meg az időseket nézzük. A gyerekek szempontjából azért itt van, mondjuk ki, a kábítószer, ami egy igen nagyon fontos és kardinális kérdés, hogy most ezzel mi lesz. Nagyon könnyen ki tudnak jutni ezek a bűnözők az M0-áson, az 51-esen, a vonattal, a busszal, vagy akár a gépjárművel, vagy az idősek például becsapása, kirablása. Én azt a körzetet képviselem, ami például az M0-ás mellett van. A Tesco-ról és egyéb bevásárlóközpontokban történő autófeltörésektől kezdve
azok az utcák, amik odaesnek, nagyon gyorsan el tudnak menni ezek a bűnözők, és be tudják csapni ezt az idős lakosságot. Nem egyszer, nem kétszer a Knézics utcába fosztották végig őket. Tehát én egyszerűen nem érzem azt, hogy ön bármit is beváltana az ígéretéből. Én csak azt érzem, hogy innen azok a rendőrök is elmennek, akik helyismerettel rendelkeznek. Köszönöm. Köszönöm szépen a két felvetést, annál is inkább, hiszen az előző testetülésen is beszéltem arról, hogy a kábítószer vonatkozásában is szerintem volt némi előrelépés, és az ön által megemlített trükkös felvetést is, bocsánat, hogy így fogalmazok, a rendőrségi szlengben ezt úgynevezett trükkös módszerű bűncselekményeknek hívják, amikor különböző nagyrészt idős személyeket szednek rá mindenféle hivatkozásra a pénzük átadására. Ebben is pont Dunaraszti településen volt egy olyan hatos sorozat, amikor sikerült az elkövetőket rács mögé jutatni. Én nem azt mondtam, hogy ingyenes bűncselekmény elkövetőjét megfogtuk, hiszen sajnos ez még egyelőre nem így van, de abban kérem talán önnek is a segítő támogatását, hogy az a két rendőr, aki egyébként ide érkezett, majd szükséges mértékben és szükséges módon el tudja sajátítani azokat a helyi személyismereti kérdéseket, ami alapján majd teljes értékű munkát tudnak végezni, hiszen ahogy elmondtam, és csak ismételni tudom önmagam, hogy korábban, amikor az a két kollega, aki ide érkezett és most Sziget Szemiklósra távozott, ugyanúgy nem volt se hely és se személyismeret birtokában. Egyébként az meg, hogy a kollégák esetleg elmennek a kapitányság területéről, az azt gondolom, hogy egy olyan kérdés, hogy máshol próbálnak meg boldogulni. És még egyszer csak ismételni tudom ezt is, hogyha lesz központi létszámleosztás, akkor természetesen a Dunaharaszti rendőrös is fogja élvezni ennek a, azt gondolom, azt a kérdését, hogy ide helyezünk majd kollégákat. Köszönöm. Jegyző úr, kérsz volt. Azt szeretném csak a kapitány úrtól kérni, hogy mondta, hogy a két új ide kerülőnek van haraszti kötődése és van haraszti helyismerete, akkor gondolom tudják, hogy hol van a polgármesteri hivatal, és tudják azt a szerződést, amit a megye és mi kötöttünk, és tudják, hogy velem kéne egyeztetni a túlszolgálatos eosztást. Én a mai napig nem láttam őket, tehát egy hónap alatt nem találtak ide. Valószínűleg a lakossággal tartják a kapcsolatot folyamatosan, és ezért nem jutottak még el a hivatalig. Ha megengedi, jegyző úr, pontosan azért nem jöttek, mert erre az egy hónapra, amíg az átrendelés megtörtént, nem vettek részt ilyen falatokban, mint hogy a két dunaharaszti kollega se vett részt a Szigetszentmiklósi túlszolgálatban. Azért, hogy amíg meg nem történik a kinevezés, ez ne legyen egy kardinális kérdés, hogy részt vettek, nem vettek részt, akkor szerettük volna, hogy részt vegyenek benne, amikor megtörténik a kinevezésük. Világos, de nem fogják, keresni, jegyző úr. Köszönöm, de nem a túlszolgálat a legfontosabb dolog itt a város életében, hanem egy csomó más feladat van, ami miatt nem ártott volna, hogyha amikor megkezdték itt a működést, bejönnek és legalább bemutatkoznak. Szerintem ez napokon belül meg fog történni. Ha eddig erre nem került sor, akkor ez technikai kérdése volt. Ugye köztudomásul, hogy őrparancsnok úr is elég sokat teljesít szolgáltat a határon. Nyilván, hogyha lesz rá mód és lehetőség, akkor be fogja őket hozni és be fogja mutatni természetesen. Azt köszönöm. Az pedig, hogy hány rendőr van Harasztiba és mikor nincs itt, azt pedig engedje meg, hogy elmondjam, hogy azért tudjuk, mert az a munkavállaló, aki az én beosztottam és az önök munkáját segíti, az látja és értesül róla, és tudja, hogy ha az OTP-be hívják a járőrszolgálatot és 3-4 óra múlva érkeznek ide, akkor azok nem helyben vannak és nem minden érkeznek ide. Hát szerintem ez több kérdés befolyásolhatja, mert jegyző is tisztában van azzal, hogy a rendőrségnek ugye vannak küldési feladatai, és ha éppen egy dunaharaszti másik címen vannak, amit nem tudnak félbehagyni, akkor nem... Dunaharasztiból jöttek, kapitány úr, tehát ezt nyugodtan hát nézzünk utána. A jegyző úr, mondja meg nekem az időpontot, helyszínt, meg fogom nézni, hogy honnan érkeztek ide a járőrök, mint hogy egyébként sokszor van az is, hogy a dunaharaszti rendőrőr előállít, és nem az őrs, hanem a rendőr kapitányra fog előállítani. Úgyhogy elképzelhető, hogy a kapitányra érkeztek, én ezt kétségben nem kívántam vonni, csak azt mondtam, hadd nekem egy időpontot, meg egy helyszínt, meg fogom nézni, hogy honnan érkeztek ide a járőrök. Nem az a lényeg, hogy honnan érkeztek ide, hanem az a lényeg, hogy nem voltak itt. Tehát ezt kérném, hogy vegye figyelembe, ezért teszik fel a képviselők ezt a kérdést, és a lakosság is ezért kérdezi. Tehát évek óta azt halljuk, független attól, hogy maximális támogatást nyújtottunk a rendőrkapitányság részére, meg a megye részére is, ugye az elhelyezéssel kapcsolatosan, és mindig azt halljuk, hogy majd lesz rendőr, majd lesz rendőr. Azt szeretnénk, hogy a rendőri jelenlét az nagyobb legyen a városban. Ez nem történik meg az utóbbi időben. Ezért mi is ezt szeretnénk, és ezen vagyunk higgyel. Bármennyire furcsa, egyébként ezért dolgoznak a kollégáim, és ezért dolgozunk mi is, a parancsnoki állomány. Hogy lehetőség szerint a járő lefedettség sokkal nagyobb legyen. Csak ez sok technikai kérdés, meg egyébként személyi kérdés is megakadályozza. Egyébként azt gondolom, hogy ha belelátnak a szolgáltszervezésünkbe, és látják azt, hogy a kollégák miért küzdenek, akkor szerintem tiszta ez mindenki számára, leginkább mondjuk szerintem az ön számára is, és mondjuk a polgárőrség vezetője számára is, amikor a kollégák erőn felül teljesítenek. Ezt szerintem nem lehet elvitatni egyetlen egy kollégámtól sem.
Ez egyértelmű, tehát megint csak arról beszélünk mind a ketten, amiről ami nyílt kérdés. Tehát ezzel a létszámmal nem lehet ezt a feladatot úgy megoldani. Tehát ezért várjuk azt, hogy ez a létszám növekedjen. Tudjuk, hogy nem önön múlik egyedül az, hogy ide több rendőr legyen vezényelve Dunaharasztiba, de nincs több. Örülünk a továbbtanulóknak, de a továbbtanulók, én is örülök, ha nálam továbbtanulnak a hivatalba, de azt is tudom, hogy akkor tanulmányi szabadságon vannak, akkor nincsenek itt, tehát hogyha továbbtanul valaki, akkor még kevesebbet van itt, mire megkapja a diplomáját, addigra megköszöni, hogy itt dolgozhatott a közigazgatásba, és keres magának egy multicéget, önöknél pedig elmegy tisztnek vagy tiszthelyettesnek, tehát igazából ez nem fogja előre lendíteni az itteni rendőrös létszámadatait. Hát hosszabb távon talán. Az a baj, hogy nem látjuk ennek a hosszabb távnak a végét. Tehát köszönöm szépen. Én megértem azt, hogy rövid időn szeretnének megoldást találni, ezért fejtettem ki azt talán a beszámolón is, és most is, hogy vannak ezek a nagyszerű kezdeményezések, aminek pont önök a letéteményesei, hiszen önök is biztosítanak számunkra túlóra keretet. Egyrésztről, másrésztről a rendőrségnek is van egy központi programja, amiről beszéltem. Ennek keretében egyébként nem csak dunaharaszti rendőrös járőrei vannak itt, mondom, ez is feltűnik azért, hogy akiket mondjuk arcról annyira nem ismernek, ők a Szigetszentmiklósi kapitánysa más egységeinél vannak szolgálatban, de túlórát itt is válnak a rendőrség központi keretéből. Tehát próbálunk rendőrt vezényelni, még egyszer mondom, sok minden megakadályozhatja, de igyekszünk, még egyszer mondom, és természetesen megértettem, amit elmondtak. És azt gondolom, hogy tényleg ezért küzdünk, és így szerzünk a szolgáltat is, hogy lehetőség szerint minél többen legyünk. Ilyen például erre van lehetőség. Köszönöm szépen. Nincs több kérdés. Jó, köszönjük szépen. Igen, hát elég igen. Hogy mondod? Ez az eredeti a módosított. Ja, jó, oké, azt szeretném összefoglalni. Felborzolódtak a kedélyek egyébként a városban, a bizottsági üléseken ez tényleg sokat foglalkoztak vele a képviselők, meg egyéb más fórumokon is, hogy az volt az alapvető kérdés egyébként, hogy amit te is felvetettél, hogy mi legyen a kettő új, tehát itt senki nincs annak ellenére, hogy kettő új rendőr érkezik ide. Az nem tetszik itt, én azt gondolom senkinek, hogy kettő másik rendőr pedig elkerül ide, tehát módosító indítvány lesz, amit felteszek. Az egyik képviselőnek az indítványa volt, és én tudom, hogy ennek igazából sok értelme jogilag nincsen, de mégis van értelme, mert ezzel azért a képviselőtestület ki tudja nyilvánítani azt, hogy a véleményét egyrészt a döntésről, nyilván úgy, hogy nem nincsen mindenki minden információnak nyilván, ahogy te felvezetted a birtokában. Egy biztos, hogy a személyi döntés, ebben nincs vita, ez a dunaharaszti képviselő testülettel, illetve a város érdekével így első ránézésre nincs összhangba, ugyan így fogalmazza, hiszen egy olyan rendőr kerül ide másik rendőr helyett, aki iskolába jár, lesz neki helye ismerte, meg személy ismerte, ez biztos, meg fogja tanulni, de ha elvégzi az iskolát, nagy valószínűség, ha nem kap itt nálatok tiszti beosztást, akkor fog keresni magának egy olyan helyet, ahol ugyanezt majd meg fogja kapni, és el fog menni. Nem tudom, hogy mikor végez egyébként. Már előre láthatóan. Nem tudom. Jó, világos, de a közeljövőben gyakorlatilag. Jó, tehát a módosított határozatokat fogom felolvasni, kezdjük a gépkocsival. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul a Pest megyei rendőrfőkapitánysággal kötött haszonkölcsönszerződés további egy évvel 2016. május 1-től 2017. április 30-áig történő meghosszabbítására. A LNJ 098 forgalmi rendszámú, az alvásszám meg a motorszámot azt nem fogom felolvasni, Skoda Octavia gépjárműre vonatkozóan. A képviselőtestület vállalja a gépjármű üzemben tartásával kapcsolatos feladatokat és a szerződés hatálya alatt, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemelés jelezze. Köszönöm, ezzel mindenki egyetértett. A következő határozat az pedig az, amiről az előbb beszéltem, tehát itt a képviselőtestület, és ezért is született ez a módosító határozat. Nem szeretnénk azt így láthatlanban is nem dolgoztunk együtt a két rendőrrel, és nem szeretnénk azt, hogy ne legyenek kinevezve ezek a rendőrök, úgyhogy megbontottuk a határozatot, és tudom, hogy így ennek az első határozatnak van relevanciája, jogilag és egyéb szempontból a másodiknak nem lesz, de azért arról is szavazni fogunk. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság vezetője 2016. június 1-ével Nagy Sándor Tamás, címzetes rendőrtőzásztorst,
és Dobos Károly címzetes rendőr zászlós Dunakraszti rendőrös állományából kinevezze, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kész felelőssel jelezze. Köszönöm, ezzel is mindenki egyetértett, és akkor egy harmadik határozatot is hoz a képviselőtestület. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete nem járul hozzá, hogy a Szigetszent Miklós rendőrkapitányság vezetője 2016. június 1-ével Magyar Tamás név címzetes rendőr főtőrzászlóst és Kopácsi Ferenc címzetes rendőr törzászlóst elvezényelje Dunaraszti rendőrös állományából. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemlés jelezze. Mindenki egyetért. Tudom, hogy ennek nincs jelentősége, de a testület tagjai nyilván itteni lakosok és politikusok is, tehát nem lehetett félreugrani egy ilyen lakossági kezdeményezés elől, akik kifejezték az egyetemértésüket ezzel a döntéssel. Nyilván ők sincsenek ebben a helyzetben, de az látható, hogy a két határozat az továbbra is abban az irányba mutat, és remélem, hogy ezt te is észreveszed, hogy a városvezetés mindent megtesz a továbbiakban is azért, hogy a rendőrség jobban vagy jól tudja ellátni a feladatát, úgy anyagilag, mint egyébként erkölcsileg is. Hogy a két első határozat ezt jelezte. És legalább volt még egy alkalmunk, hogy el tudjuk mondani azokat a fájdalmas pontokat, amit tényleg komolyan mondom, mindenki ezzel foglalkozott, és már gyakorlatilag 3 hete ez volt a legjelentősebb napirendi pont. Több is fontos volt, de ezzel foglalkoztunk a legtöbbet. Megadom a szót, parancsolj. Köszönöm szépen a támogatást, mind a kettő dolgozásában. A másik pedig, hogyha nem tisztem és nem szeretném semmi a feladatát és szerepkörét átvenni, mivel látom itt a teljes egyetértést abban, hogy a két kollégának, akiket máshová helyeztünk, támogatottság és elismertsége az igen jelentős. Ugye nem véletlenül beszéltünk polgármester úr és alpolgármester úrral is, és képviselő úrral is a kérdés vonatkozásában, előzetesen. Én esetleg javasolni tudom, vagy kérni önöket, hogyha lehet, akkor valamilyen módon, valamilyen formában esetleg a kinevezéseket követően esetleg ismerjék el a teljesítményeket, amit eddig a városért tettek. Nyilván még egyszer nem kívánok bele szólni képviselőtestület munkába, se az önkázat tevékenységébe, de ilyen módon azt mondom, hogy őket is kellő módon respektálnak és elismerni. És köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Napirend után van-e valakinek még kérdése, vagy szeretne szólni valaki? Hajdú Zsóét a szó. Köszönöm szépen. Közeledik a tanév vége is, ez a diákoknak jó hír. Lehet, hogy a pedagógus kollégáknak is, de még persze nincsen vége. Azt szeretném mondani, hogy a város honlapján is megjelent már, hogy ismét az Oktatási Művészeti Sportbizottság meghirdette a dunaraszti tanulóknak a diák ösztöndíj pályázatát. Itt a hirdetmények kategóriában, ott van az újságban is meg fog jelenni, kérem az jelenlévő intézményvezetőket, hogy osztályfőnököknek évzáró értekezletén hirdessék, és várjuk sok-sok tehetséges diáknak a pályázatát, mert június 20-áig kell adni, de minden részletet lehet olvasni itt a honlapon is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jenő. Módis Viktor úrnak szeretnék egy kérdést föltenni, illetve talán, hát de nem is kérdés, hanem hogy tájékoztassa a tisztelt képviselőtestületet, illetve a tévén keresztül a város lakosságát, mert többen megkerestek személyesen és telefonon is, hogy nincs számla, nem kap számlát a szolgáltatótól az ingatlan tulajdonos, hogy mi történik, miért van ez, hogy van ez és meddig lesz ez így. Köszönöm szépen. Köszöntöm a képviselőtestületet. Számlázás igen nem történt a mi részünkről, ugyanis április 1-től a állam az NHKV ZRT-vel, tehát ez az új hulladékos holdinga átvette a számlázási szolgáltatást. Ők hát erre a feladatra nem állnak készen, tehát ők nem tudnak számlázni, mi pedig április 1 óta nem állíthatunk ki számlát. Úgyhogy most próbálunk egyezkedni, hogy esetleg egy bérszámlázás kapcsán megoldjuk helyettük ezt a problémát. Nem tudjuk, tehát nem tudok semmilyen biztosat mondani. Számla valamikor menni fog, valószínű, hogy egy 2-3 havi számlát egybe fognak kapni sajnos a lakosok. Sajnos nem tudunk mit csinálni. De ez az ország összes szolgáltatójára vonatkozik egyébként. Így van. Csak rá. Tehát ugye eléggé nehéz helyzet alakult ki, ugyanis tehát a bevételünk, a 100%-os bevételünket így ezáltal a holdinghoz került, tehát ők tudnak számlázni, ők fogadhatják ezeket az összegeket. Mi nekünk a szolgáltatást ugyanúgy el kell látnunk, ez egy országos probléma amúgy, tehát több közszolgáltatónál is problémát jelent, ugyanis likviditási gondjai vannak az összes cégnek.
mivel nincs bevétel. Köszönöm szépen. Azért azt ugye tudjuk, hogy a hulladékszállításról beszélünk. Így van. Hogy mindenki előtt világos legyen. Most az a kérdés merült fel bennem egyébként, hogy akkor, ha nincs számla, akkor nem történik befizetés. Így van. Ugye akkor valami hiány keletkezik, a pénz hiány keletkezik a DVK, Multidvk Kft-nél, ugye? Így van. És akkor most ilyenkor mi történik? A szemét ugye azt gondolom, hogy olyan nem fog előfordulni, hogy ott marad az ingatlanok előtt, semmiféleképpen sem most, sem augusztus 30-án, tehát utolsó hetében augusztusának. Akkor ilyenkor mi van? Megint nekünk kell fizetnünk, az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlni? Vagy hogy lesz? És hogy fogjuk behajtani azt a pénzt? A lakosság be fogja fizetni, mint említetted, 2, 3, 4, 5 számla is. Tudom, hogy 2560 valahány forint ugye a havidíj, de bizony van, aki mikor a nyugdíjas megkapja, teszi a borítékba, de nem mindenki csinálja meg. Most ez volt más szolgáltatónál is ez a két havi, de már talán úgy beszélgetésekből az derült ki számomra, hogy kezdik megszokni ráállni. Ugye a vízről beszélek, a két havi számlát kell fizetni, de ez most egy picit valahogy nagyon nem világos a lakosság előtt, tehát azért kértem, hogy egy valami tájékoztatást adjunk a lakosság. Bocsánat, annyit, hogy ha lehetne javasolnom újságba egy cikket, mert az nagyon jó lenne, azért azt a haraszti újságot, azt nem a reklám helye, de mindenki elolvassa. És azért, hogy a tudomás legyen róla. Jó? Köszönöm szépen. Oké, köszönöm. Annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen tájékoztatni szeretném én is a lakosságot, hogyha tudnék konkrét dolgot, ezt hogy miről. Mondani, hogy akkor tájékoztassuk meg őket, hogyha kiderül, hogy miről tudjuk tájékoztatni őket, mert jelen pillanatban senki nem tud semmit. Így van. Úgy állunk személyszállítás kérdésében, csak hogy már szóba hoztad, Jani, akkor csak mindenki értse, mert tényleg itt a tévé, és ha látják, van egy központi döntés, nem szedhet be, nem bocsáthat ki számlát egy szolgáltató cég sem, csak ez az új cég, amely egy állami cég, ő fogja, de ő meg még nem teszi ezt meg. Senki nem tudja mennyit, nem tudja, hogy mennyit fognak visszaadni. Remélem, hogy ezt hamarosan rendezik, és muszáj lesz egyébként, mert az is előfordulhat, szerintem harasztin nem, de lehet, hogy országos szinten más szolgáltatónál azt mondják, hogy nem visszük le a számlát. Volt már más országban ilyen probléma, szerintem ezt sürgősen rendezni kell, mert óriási gond. Másik kérdés, az önkormányzat nem, a jogszabály kizárja, nem adhatunk pénzt. Tehát nem adhatunk erre pénzt. Minden, amit adsz, azt rögtön a holdingnak kell befizetni. Tehát gyakorlatilag az államnak adnád oda, nem annak, aki elvégzi a szolgáltatást. De bízunk benne, hogy hamarosan ezt valaki orvosolja. Egy biztos, hogy ez nem az önkormányzatnak a feladatköre, nem a mi hatáskörünk, és nem is tudunk ezen segíteni. Tehát ezt fönt kell valakinek ezt rendezni. Oké, ha nincsen más, akkor mindenkinek jó pihenést szeretnék kívánni, és akkor július 4-én találkozunk, nem a hónap végén. Jó munkát, jó pihenést!